mai receptnek a főszereplői az uborka, a citrom, a gyömbér és a menta. Vajon mit lehet ebből készíteni? Ha jobban megfigyeljük a növényeket, vagy megvizsgáljuk őket, mindegyik egy kicsit fogyasztó, méregtelenítő anyagcsere, javító, fokozó növény. Kezdjük is az elején. Az uborka mindenképpen egy méregtelenítő, kalóriaszegény növény. A gyömbér az anyagcsere serkentő. A citrom szintén egy méregtelenítő és anyagcserére immunnövelőszer. A menta pedig az epének, a májnak a legkiválóbb gyógyfüve. Mit is lehet ebből készíteni? A németek úgy hívják ezt az italt, hogy Schlankwasser, azaz fogyasztóital. Hogyan is készül ez el? A hozzávalókat apróra föl kell vágni, az uborkát hajszál vékonyra, a citromot szintén, a gyömbérből szükségetek lesz egy körülbelül ekkora darabra, legyen 3 centis darab, ezt is apró kockára fölvágjátok, majd az egészet megszórjátok friss menta levelekkel. Mikor ez kész, akkor belerakjátok egy üvegkarcsóba a hozzávalókat, és felöntitek vízzel. Ezt állni kell hagyni, körülbelül egy éjszakán át, és másnap elindíthattok ebből egy kúrát, azaz azt jelenti, hogy reggel, délben és este meg kell inni egy-egy fogyasztó italt, és a hatása nem fog elmaradni. Tehát fölöntöttük ezt az alapot, vízzel a tetejére megszórjátok friss menteleveleket. Érdemes ezt a koktélt hűtőbe tennetek, pár óráig hagyjátok állni, hogy jól kiázzanak a hatóanyagok belőle. Készen van ez a finom, egészséges, fogyasztó koktélunk, egészségetekre!